Szinte percenként keltek át szabálytalanul a gyalogosok az útesten Szekszárdon a Szent István téren, pedig ezen a szakaszon több zebra is található. A következő napokban a járművezetők és a járókelők is számíthatnak ellenőrzésekre. Május 23-a és 25-e között hirdette meg az Országos Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a Zebra Terv elnevezésű fokozott rendőri ellenőrzést, amelynek alapvető célja az, hogy mind az autóvezetők, illetve egyéb járművezetők, mint pedig a gyalogosok figyelmét felhívjuk arra, hogy nagyon sok a gyalogos elütés, mind a kijelölt gyalogos átkelő helyeken, mind pedig egyéb helyeken. Ennek az akciónak a keretében Tolna vármegye útjain kollégáim fokozottan fogják ellenőrizni azokat a frekventált pontokat, ahol sok gyalogos közlekedik, és nem csak a gyalogos átkelő helyeket, hanem környékét is. A három nap során a figyelemfelhívás mellett az egyenruhások természetesen ellenőrzik az ittas vezetőket és a biztonsági öv használatát is. Szeretnénk mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy ne csak ebben a pár napban, amikor a közelben rendőrt látnak, keljenek át szabályosan az utakon a gyalogosok, illetve közelítsék meg biztonsági a járműveikkel a gyalogos átkelő helyeket, hanem a mindennapokban is tegyék ezt, azért, hogy mindenki biztonságban hazaérhessen. A szóvivő hozzátette, hogy a gyalogosoknak alapvetően elsőbségük van a zebrán, de kizárólag akkor, ha azon biztonságosan át tudnak kelni. A kerékpárosoknak pedig csak abban az esetben van elsőbségük a gyalog átkelő helyen, ha leszállnak a bicikliről és áttolják azt a túloldalra.